Webber zenéjétől hangos a Jókai Klub, itt éppen azt láthatják, hogy a gyerekek a Rocksuli Musical egyik legismertebb dalát próbálják. A Budapesti Musical iskola idén is megszervezte a musical táborát, 8 éves kortól egészen 18 évesek számára augusztus utolsó hetében. Ez a hét azoknak és azokról szól, akik szeretnek táncolni, énekelni és a színpadi játéktól sem riadnak vissza. A táborozók között többen vannak, akik már jelentős színpadi tapasztalat birtokában vannak, de olyanok jelentkezését is szívesen fogadták, akinek egyenlőre még új volt ez a közeg. A szinte személyre szabott foglalkozások révén mindenki a szintjéhez mért feladatokat kapott, az újaknak pedig könnyebben ment a beszokás, hiszen a tapasztaltabb társaktól sok inspirációt kaptak, illetve sok mindent elleshettek. De most úgy oldottuk meg, hogy külön szedtünk mindenkit, korosztály és képzettség szerint, szóval most ebben a táron most négy szakmabeli munkatársa dolgozom együtt, és ketten csináljuk az éneket, és ketten csináljuk a táncot, és akkor így szét tudjuk úgy négy különböző csoportba osztani a gyerekeket, hogy mindenki a megfelelő korosztályával és a korcsoportjába és a szakmai tudással rendelkezővel legyen együtt. Szerintem még ők is még csak fel akarják fedezni, mi az, amit szeretnek. Mi azon dolgozunk, hogy technikailag és szakmailag is motiváljuk őket és képezzük őket, hogyha azt akarják csinálni, akkor élvezzék. És az a tapasztalat, hogy ugye egyre színesebb a csapatunk, az énekesek, a táncosok és a színjátszók között, hogy ezt most próbáljuk össze dolgozni, és egy olyan magasabb szintű képzettséggel rendelkező énekeseket és táncosokat szeretnénk majd a színpadon látni, a dalderbi énekverseny például, akik már megmutatnak egy új olyan irányzatot, amire az eddigi tapasztalatunk alapján eddig még nem volt példa. A tábor helyszíne a Jókai Klub, amely nem idegen az évről évre visszajáró táborozó gyerekek számára. Hiszen többször rendezték meg itt a tábort, mert minden adott ahhoz, hogy alkotni tudjanak, és igazi színházat csináljanak a gyerekekkel. Itt dolgoztunk a Covid ideig rendszeresen, csak itt. Nagyon szeretjük a művészi energiák szerintem, itt nagyon jól megvannak, és nagyon jól tudunk dolgozni, jó a levegő, jó a környezet, biztonságos. Nem kell aggódni senkiért, mert azt gondolom, hogy ők is figyelnek egymásra, de nincs olyan veszélyhelyzet, be tudjuk zárni minden ajtót, a kívül és a kertbe el tudunk lenni, hogyha arról van szó. Szóval nagyon jól lehet itt művészi munkát végezni. Négy szakoktató foglalkozik a gyerekekkel a hét folyamán, ének, tánc és drámaórák keretein belül. A céljuk, egy színvonalas produkciót szeretnének színpadra állítani a záróestén, amelyen részt vehetnek majd nézőként a büszke szülők. A tábor fő témája a musical világa, de emellett más műfajokban is kipróbálhatják majd magukat a gyerekek. Azt hiszem, hogy most már ez a harmadik tábor, amiben részt veszek és szerepelek, és segítem a gyerekeket a munkában. Hogy mit oktatunk? Hát igazából mi a musical énekre fektetjük a fő hangsúlyt, azonban ebben az évben, most elárulok egy kis kulisszatitkot, most már operetteket is fognak tanulni a gyerekek. A pénteki előadásra lesz egy nagy produkció, az egy ilyen táncos produkció lesz. Már a táncosok szerintem nagyban csinálják a koreográfiát. Ez a Hairspray című filmnek az egyik betétdala lesz, illetve külön vannak osztva a csoportokon egy nagy, illetve egy kis csoport. A kicsikkel a Rocksuliból fogunk csinálni egy dalt, a nagyokkal pedig a Vörös Malom című musicalből fogjuk a Mima dalát. Van olyan gyermek, aki már a 8. nyarát tölti a táborban, de olyan is van, aki most tapasztalja meg először a tábort. A kis művészek közül többen évközben sem hagyják abba a mesterség csiszolását, hanem folytatják a tanulást a Budapesti Musical iskolában. Jártam már ebben a táborban, nekem nagyon tetszett, itt nagyon finomak a kaják, meg a gyerekek is nagyon jó fejek, illetve a tanárok is. Nagyon sokat mozgunk és éneklünk együtt, és nekem ez tényleg a legjobb. Tavaly megtaláltuk ezt a tábort, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ilyen nyár lezáró program lenne, plusz szeretek táncolni, énekelni, színészkedni, szóval ez eleve egy ilyen nagy volt, hogy akkor én ide jövök. És ugye a tábor miatt megtetszett az a hely, és elkezdtem járni évközben is, és mivel már oda jártam, ezért gondoltam, hogy idén most, hogy már így ismerem a társaságot, és ismerem a tanárokat és a programot, így élvezetes lesz visszajönni. Télen jöttem ehhez az egyesülethez, akkor találtam rá interneten, és most az első táborom. Nekem az éneklés az, ami nagyon feldobja a hangulatom, és ezért szeretem csinálni tulajdonképpen. Én énekelek is, táncolok is egyben, szóval nem tudok dönteni a kettő között, mindkettőt nagyon szeretem. Nagyon intenzív, az biztos. Nagyon jó a hangulat, ugye azt már tudtam.
Én nagyon élvezem. Úgy gondolom, hogy az egyik legjobb társaságba keveredtem bele. Mindenki nagyon kedves, nincs versenyszellemi más se a szembe, szóval szerintem egy nagyon jó társaság. Én ezelőtt is táncoltam már, és úgy jöttem ide, én énekelni nem tudok, de hát nem reméljük megtanítanak. Ez a tábor azért is jó, mert akinek van ambíciója a színész szakma iránt, annak meghatározó élmény lehet ez az egy hét. Megérezheti a színpad varázsát, és megtapasztalhatja, milyen emberek előtt szerepelni. Számukra ez akár pályaválasztás szempontjából is döntő fontosságú lehet. A gyerekek énekmestere, Páncél Klaudia elmondta, ő mit tapasztal ezzel kapcsolatban. Változó, vannak, akik már konkrét elképzelésekkel érkeznek, vannak olyanok, akik csak így bekapcsolódnak, mert nem tudják, hogy ez micsoda, de arra törekszünk, hogy a tábor végére mindenki teljes mértékig elsajátítsa ezt, amit el lehet sajátítani egy hét alatt, és legyenek ambícióik, és szeressenek ezzel foglalkozni, akár a távoli jövőben is. A különösen a színpadi jelenlétet választókra igaz mondás szerint a tehetség mindig utat tör magának. Ennek a tábornak is az a célja, hogy minden évben fiatal tehetségek érkezzenek és kipróbálhassák magukat a színház világában. Az idei tábor lelkes kis művész tanulói is izgalommal várják a pénteki előadásukat, és mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobban elsajátítsák a koreográfiákat, a kottákat, a szövegeket, hogy a nagy napon minden tökéletes legyen.